Anna szociálpszichológus, 2012 óta az ELTE pedagógia és pszichológia kar társadalom és nevelés pszichológia tanszék docense és a társadalmi csoportok és média kutató műhely vezetője. Kutatási területei közé tartoznak a társadalmi előítéletek, az identitás és a kollektív cselekvés kérdései. A víruses törzsközönsége láthatta már őt, hallhatta már őt a víruses színpadán, akkor arra kereste a választ, hogy meg tudja jósolni a pszichológia, hogy ki megy kitüntetni. Most pedig arra keressük együtt a választ, hogy miért nem triviális probléma a véleménynyilvánítás. Fogadjátok Annát sok szeretettel. Ha tehetjük, akkor megpróbáljuk a véleményünket objektív alapokra helyezni. Szeretnénk, hogyha mondjuk a foci VB döntené el, hogy melyik ország foci csapata a legjobb a világon. Szeretnénk, hogyha a bíróság mondaná ki, hogy valaki bűnöse, vagy mondjuk a GDP alapján állapítanánk meg, hogy melyik ország a leggazdagabb és melyik a legszegényebb. De sajnos nem mindig állnak rendelkezésre ilyen egyértelmű és elfogadott mérőeszközök, mint a foci VB. Így kénytelenek vagyunk valamilyen más módon tájékozódni, hiszen néha olyan dolgokat kell eldöntenünk, olyan kérdésekben kell véleményt nyilvánítanunk, például, hogy melyik fagyi a legfinomabb, vagy valami komolyabb dolgokban, mondjuk kinek van igaza egy vitában, hol jobb élni, Magyarországon vagy külföldön. De nem szeretjük ezt a helyzetet, nem szeretjük azt, hogy hiányoznak ezek az objektív támpontok. Iszonyatosan szükségünk van a bizonyosságra, és akár némi öncsalással is elhitetjük, hogy ami szubjektív, és ami egyéni, és ami sajátos, az valójában objektív, és tényeken nyugszik. Itt van mindjárt ez a két kis elefánt. Ezek közel egy időben születtek két európai állatkertben, és néhány évvel ezelőtt az Index egy szavazást kezdeményezett, hogy melyik a cukibb kis elefánt. Most meg fogom kímélni a közönséget attól, hogy ezt a szavazást itt lebonyolítsuk. De úgy kb. Feltételezem, hogy mondjuk a felének, majd fele közönségnek az első tetszene, és kb. A felének a második. Legalábbis ezt most így képzelem, de egyáltalán nem így zajlott a szavazás, ugyanis még egy további információt közöltek a két kis elefántról, mégpedig, hogy az egyik a fővárosi állatkertben született, a másik pedig a koppenhágai állatkertben. És lásd csodát, a szavazók 10-szer annyian gondolták, hogy a mi kis elefántunk az sokkal cukibb, mint a másik kis elefánt. Na most ez nem volt egy szociálpszichológiai kísérlet, tehát nem kérdezték meg utána az embereket, hogy mégis milyen alapon. De elég biztosan kimerem jelenteni, hogy a 10-szeres szavazó biztos nem mondta volna azt, hogy azért, mert ő a mi kis elefántunk, hanem azt mondta volna, hogy én sosem kedveltem a piros szemű kis elefántokat, vagy számomra az a legcukibb kis elefánt, akinek sötét a bőrszíne. Tehát mindenféle objektív tényekre próbálnánk hivatkozni, hogy miért is sokkal cukibb a mi kis elefántunk. Na most, hát nem mindig vannak ilyen öncsalásra lehetőségünk, nem mindig kapjuk ezt a plusz információt, hogy a kis elefánt a miénk. A legtöbbször kénytelenek vagyunk valahogy körülnézni és igazodni másokhoz, mi másoknak a véleménye. Hogyha én először hallok például egy zeneszámot, abszolút nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e vagy sem, de abban a pillanatban, hogy az összes barátom oda van érte, akkor pontosan tudom, hogy ezt kedvelnem kell, és kedvelni is fogom egyébként, semmi gond. De megint csak, ha megkérdeznének, hogy miért kedvelem, valószínűleg nem azt fogom mondani, mert a többieknek is tetszik, hanem elmagyaráznám, hogy miért, hogy nagyon jó a hangzás, vagy nem is tudom, mit kell ilyenkor mondani. Tehát, hogy beindulnak ezek a tulajdonképpen torzítási folyamatok, ami során igazodunk a többiek véleményéhez, de közben elhitetjük magunkkal is, meg másokkal is, hogy nem is ez történik. Viszont még érdekesebb kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nekem már van egy biztos véleményem, de az nem egyezik a többiek véleményével. Talán ez egy még izgalmasabb terület, és éppen ez az, amit most már több mint fél évszázad ezelőtt feltett kérdésként Solomon Asch, amikor azt vizsgálta, hogy egy olyan helyzetben, amikor pontosan tudjuk, hogy mi lenne a jó válasz, de azzal szembesülünk, hogy többiek mást mondanak, akkor mit teszünk? Most nézzünk meg egy rövid bejátszást arról, hogy mi történik egy ilyen helyzetben, egy szociálpszichológiai kísérlet megismétlését fogjuk látni. But an experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards,
and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two. Three. But on the third trial, something happens. Two. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Mi is történt valójában? Hát azzal szembesült, hogy nem hihet a szemének. Na most a kísérletben résztvevők egy része tényleg elkezdett kételkedni abban, hogy hihet-e a szemének, és hogy nem káprázik a szeme, és hogy lehet, hogy a többieknek tényleg igaza van. Egy másik részük viszont pontosan tudta, hogy nincs igazuk, de most mit tegyek? Muszáj alkalmazkodnom a többiekhez, nem bírom elviselni, hogy én mást mondjak, mint a többiek, mert az milyen kellemetlen lesz. Körülbelül a választhatók 30%-a az, aki teljesen független tudott maradni. Tehát aki egyetlen egy esetben sem hajlott meg a többség akarata előtt. Körülbelül egy harmad volt, aki szinte mindig alkalmazkodott a többiekhez. És hát összesen olyan 67% volt, aki néha vagy ugye viszonylag sokszor alkalmazkodott a tömeghez. Tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon erős hatás, nagyon rossz érzés kilogni a tömegből. De nézzük meg, hogy ez feltétlen olyan nagy baj-e. Nem lehet, hogy ennek esetleg jó oldala is van, hogy mi alkalmazkodunk a többséghez. David Dodd az egyetemi hallgatóitól azt kérdezte, hogy mit tennének, ha 24 óráig láthatatlanok lennének. És a legnagyobb döbbenetére a 36%-uk valamilyen antiszociális dolgot mondott. Tehát valami olyat tenne, amit valószínűleg, ha látható lenne, nem tenne, meg törvénybe ütközik, másoknak árt, stb. Tehát valamilyen antiszociális tevékenységet. Tehát ebből láthatjuk, hogy esetleg éppen ez a többiekhez igazodás, ami miatt működni tudunk a társadalomban, és betartjuk a szabályokat. Sőt, mi több, megállapította, hogy ez a szám pontosan annyi, mint amennyi, tehát ez a 36%-nyi antiszociális viselkedés, ez éppen annyi, mint amennyit az elítéltek mondtak, a legmagasabb fokozatú fegyházbüntetést töltők körében. Tehát ők is 36%-nyi antiszociális cselekedetet mondtak volna. Tehát lehet, hogy valahogy ez az, ami minket képessé tesz az együttélésre, hogy alkalmazkodni tudunk a többséghez. De azért világos, hogy ez egy veszélyes dolog. Ebben komoly veszélyek rejlenek. A történelem számos példát tud arra fölhozni, hogy mi történik, amikor az emberek vakon vesznek részt, tulajdonképpen az egyéniségüket feladva együtt cselekednek nagy tömegekkel. Ez bizony egészen szélsőséges viselkedéshez vezet el. A lincselések, a népirtások, stb. Mögött mindig találunk egy arctalan tömeget, azt a fajta vakon alkalmazkodást a tömeghez, amitől tulajdonképpen szorongunk egyből, amikor meghalljuk, hogy a józan eszünkkel szembe menve is átvesszük a többség véleményét. De a kérdés nem annyira egyszerű, és a szociálpszichológia bevett módszerével, a kísérlettel, ezt többen megvizsgálták, többek között Zimbardo volt, aki a kísérleti személyeinek ilyen Ku Klux Klan egyenruhát adott, tehát ahol nem lehet fölismerni, tehát a személyazonosság nem állapítható meg, ugye eltakarja az arcát, plusz ugye ez a jellegzetes egyenruha volt rajtuk, és nem tudom, hogy ismerik-e a Milgramnak egy a híres kísérletét, amikor a kísérleti személynek egy szimulált tanulási helyzetben tulajdonképpen elektrosokkot kellett adni egy másik személynek. Ő ezt ismételte meg, úgy, hogy a kísérleti személyekre ezt az egyenruhát adta, és azt állapította meg, hogy sokkal nagyobb arányban adtak akár halálos áramütést azok, akik ezt az egyenruhát viselték, mint akiken egy ilyen névtábla volt, és jól azonosítható volt a személyazonosságok. És ebből azt a következtetést mondta le, összhangban egyébként több évtizednyi kutatással, hogy ha a tömeg, az arctalan tömeg részévé válunk, akkor szélsőséges, gátlástalan, agresszív viselkedésre vagyunk hajlamosak. Ám de
volt, aki ezt megkérdőjelezte, hogy itt tényleg ez történik-e, és egy nagyon szellemes vizsgálatban Johnson és Downing megismételte ugyanezt a kísérletet, csak ezúttal az anonimitást biztosító egyenruha az nem a Ku Klux Klánnak az egyenruhája volt, hanem egy ápolónő egyenruha. Tehát nem lehetett fölismerni a résztvevőket, ám de az egyenruha valami más sugalt, és azt találta, hogy ők kevesebb elektrosokkot adtak, mint azok, akik névtáblával voltak ott. És ebből egy elég fontos következtetést állapítottak meg, hogy nem önmagában az arctalanság és a tömeggel vonulás az, ami a problémát okozza, hanem hogyha a csoportnormák negatívak, agresszívak, a kommunikáció ellenséges, akkor ehhez fogunk igazodni arctalanságunkban. Tehát abban a pillanatban nem látszódik, hogy mi kik vagyunk, milyen az egyéniségünk, fölvesszük a csoportnormáit. Ha azonban ezek a csoportnormák pozitívak, akkor nincsen baj, akkor még a szokásosnál is pozitívabban viselkedhetünk, abban az esetben, hogyha negatívak, akkor pedig negatívan. Ez az egész vita újra lezajlott az internet közegében, a 90-es évek vizsgálatai sorra arról szóltak, hogy mennyire veszélyes az internet, itt az anonimitásba burkolozva, trollkodnak az emberek, nem lehet beazonosítani, nincs felelősség, ráadásul a fizikai szeparáció miatt aztán végtelenül felelőtlenné válunk, és agresszivitás, stb. És kisebb önkontroll. Tehát mindenféle vészjelzést olvashattunk, azóta azonban bebizonyosodott, hogy pontosan ugyanaz a mechanizmus történik itt is. Tehát amikor megszűnik az egyéniségünknek a nyilvánvalósága, nem derül ki, hogy mi kik vagyunk, akkor alkalmazkodunk a csoportnormákhoz. Ha ez ilyen troll norma, akkor ahhoz, hogyha pedig valamilyen pozitív, segítő, mondjuk a Hősök Tere kezdeményezés Facebook csoportjában, ott biztos nem, ott egy ilyen pozitív kommunikációs normát fogunk átvenni. És most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az egész egy kicsit idejét múlt vita, hiszen a közösségi médiában már réges-régen megszűnt az anonimitás, inkább arról van szó, hogy fokozott önfeltárással és az egyéniségünk teljes kiteregetésével vagyunk jelen, arról nem is beszélve, hogy eléggé kezd kialakulni egy tudatosság azzal kapcsolatban, hogy itt minket megfigyelnek, rögzítik, amit teszünk, és bármikor visszakereshető, tehát talán most már eleve kevés fenyegető az az interneten az anonimitás mögé burkolózás. Hát ezzel együtt most azért nem zárnám így le, hogy akkor nincsen baj, és akkor nincs is miről beszélni. Az egyéniségvesztés, a többséghez igazodás nagyon sok politikai csapdát rejt, és az egyik ilyen az a többségi vélemény ez az elnyomó hatása, tehát tulajdonképpen ez a Nolle Neumann német kommunikációkutató elmélete, a hallgatási spirál elmélete, amely arról szól, hogy elsősorban a médiában megjelenő vélemény, de bármilyen többséginek hit véleményről, hogyha nekünk ellenvéleményünk van, más véleményünk van, akkor ezt nem merjük hangoztatni, mert azt gondoljuk, hogy ami a médiában megjelenik, az a többség véleményét tükrözi, és az én ellenvéleményemet jobb, hogyha elhallgatom. És ezt lehet, hogy nagyon sokan így gondoljuk, hogy a saját ellenvéleményünket el kellene hallgatni, egyszerűen azért, mert a másik vélemény többségiként prezentálódik előttünk. És ez egyszerűen attól spirál, hogy ez azt eredményezi, hogy egyre jobban marginalizálódik az ellenvélemény, és egyre dominánsabbá válik az, amit eleve többségiként prezentálnak. Tehát így veszi át tulajdonképpen az uralmat, és ennek a legnagyobb politikai veszélye az maga a populizmus, ami semmi mást nem állít, mint hogy én reprezentálom a többség véleményét. Amit én mondok, azt gondolja az átlagember, nem kell megfogalmaznom semmi konkrét ideológiát, tulajdonképpen egy ilyen elitellenességen túlon semmit nem is fogalmaz meg, csak annyit, hogy mi vagyunk a többség. És különösen bizonytalan gazdasági körülmények között, bizonytalan politikai helyzetben ez egy nagyon vonzó dolog lehet, hogy én a többséghez tartozom. Tehát akkor fokozottan megjelenik ez az igényünk, hogy mi a többség véleményén legyünk, és az, hogy ez egy reális veszély ma Európában és Magyarországon, azt hiszem, hogy mondjuk a legutóbbi európai parlamenti választások ezt nagyon világosan megmutatták. De nem szeretném lezárni ennyire
negatívan az előadásomat, tehát eddig a veszélyekről beszéltünk, és most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet ezt megfordítani. A kisebbségi befolyásra, tehát arra, hogy mégiscsak van tere a kisebbségi véleménynek, hogy előfordulhat, hogy meg lehet győzni a többséget, arra nagyon sok tudománytörténeti példát tudunk hozni. Mondjuk, hogyha a Galileinek nem sikerül semmilyen módon az egyházfőket meggyőznie a heliocentrikus világképről, akkor talán még most is azt gondolnánk, hogy egy tányéron ülünk és a szélén le fogunk esni, vagy talán ma már nem gondolnánk ezt, de világos, hogy ez egy nagyon fontos momentum volt, vagy a Semmelweis, a kézmosásról, ez nem volt egy népszerű gondolat először, ez egy abszolút marginalizált és kisebbségi vélemény volt, és nagyon sok munka volt abban, hogy ezt a többség átvegye és elfogadott nézet legyen, de valószínűleg a szexuális elfojtásnak a jelentőségéről sem egy többségi nézetként jelent meg a Freudnál, és nyilván még millió példát hozhatnánk, hogy a történelem is azt igazolja, hogy időnként egy-egy ember képes úgy tűnik, hogy megfordítaná a történelmet. Nem gondolom azt, hogy egyedül ők fordítják meg a történelmet, de valahogy megjelenik egy kisebbségi vélemény, egy kisebbségi álláspont, és valamit elindít. Na most mit csinál a szociálpszichológus? Megpróbálja megérteni, hogy hogyan indítja ezt el. Megint ilyen ősrégi kísérleteket fogok mondani, de alapvetően lefektették ennek a két fő irányát, ahogyan arról gondolkozunk, hogy hogyan lehet meggyőzni a többséget, tehát hogyan kerülhet előtérbe, hogyan győzhet a kisebbségi vélemény, hogyan válhat többségivé. Az egyik irány az arról szól, hogy valamilyen nagyon kompetens és hiteles embernek kell lennie annak, akinek az külön véleményét elfogadjuk. Tehát nem jöhet elő nekem bárki az ő külön véleményével és alternatív ötleteivel, hanem először hitelessé kell várni, és ezt kísérleti úton úgy vizsgálták, hogy ilyen ötfős csoportokat hoztak létre, ahol volt egy beépített ember, és ennek a beépített embernek különböző módokon kellett viselkednie. Az egy ilyen probléma megoldási helyzet volt, ahol csoportosan kellett egy problémát megoldani. Az egyik helyzetben úgy kellett viselkednie, hogy először a csoporttal tartott, volt néhány konstruktív javaslata, és nem fogalmazott meg külön véleményt, majd néhány próba után elkezdett így a kockán kívül gondolkodni, és mindenféle alternatív megoldást javasolni. Egy másik beépített személy viszont egyből az alternatív javaslataival jött elő, és hát világos, egyáltalán nem lep meg minket, hogy sokkal hatékonyabb volt az, aki először a többséggel tartott, először kompetensnek, és a többségi véleményen levőnek mutatta magát, majd egy ponton előállt az új ötleteivel. Tehát azt mondja Hollander, hogy az egyéniség hitelén áll vagy bukik, hogy a kisebbségi véleményt átveszi a többség vagy sem. Ezzel szemben Moszkovici pont az ellenkezőjét állítja. Azt mondja, hogy ki kell tartani a kisebbségi vélemény mellett. Egyből oda kell állni a kisebbségi véleménnyel, és konzisztensen azt mondani. Egy nagyon triviális kísérletet folytatott le. Ilyen diákon, ilyen zöld és kék színű diákat mutatott, illetve a kettő közötti átmenetet. Na most kétféle kisebbséget alakított ki, egyébként ő két fővel dolgozott, tehát itt már is érezhető a csalás, hogy nem mindegy, hogy egy beépített emberem, vagy kettő. És az inkonzisztens kisebbség, tehát volt 12 próba, és a 12 próbából 8-szor azt mondta, hogy zöld, és 4-szer azt mondta, hogy kék színű a felvillanó kép. A konzisztens kisebbség viszont mind a 12-szer azt mondta, hogy zöld a felvillanó kép. És lám-lám, az, ahol nem az összes próbánál mondtak zöldet, az sokkal kevésbé volt meggyőző, hiszen ott 1,25%-ban sikerült csak az csoport véleményt a zöld felé billenteni, míg a másik esetben 8,42%-nál érte el, hogy a többség átvegye a kisebbség véleményét. Mindegy, hogy mi az irány, most már valamit értünk a mechanizmusról, világos, hogy nem csak elszigetelt történelmi példáink vannak arra vonatkozóan, hogy a kisebbség meg tudja győzni a többséget, hanem ez egy valós lehetőség. Tehát mit látunk összefoglalásképpen? Egyrészt, hogy borzasztó erős a többségi hatás a véleményalakításban. Valóban ennek megvannak a nagyon komoly veszélyei. Ez elvezethet irracionális viselkedésformákhoz, agresszív viselkedésformákhoz, szélsőséges esetekhez. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával, és valamilyen módon meg kell fordítani. Ugyanakkor nem önmagában a többségi hatás az, ami ezt a problémát előhozza, hiszen a többségi hatás
pozitív irányba is elmozdíthatja a csoportot, mégpedig akkor, hogyha az arctalanság egy pozitív csoportnormával társul, hiszen amennyiben elvesztjük az egyéniségünket, és amennyiben nem azon van a hangsúly, hogy mi miben különbözünk a többiekhez, abban a pillanatban elkezdünk aszerint viselkedni, vagy fokozottan aszerint viselkedni, hogy a csoport egészen viselkedik, márpedig ha ez pozitív, akkor még akár jobbá is válhatunk a csoport hatására, és világos, hogy nem szabad azt se elfelejteni, hogy képesek vagyunk a véleményváltoztatásra, még a többség, még akkor is, hogyha eredetileg a többségi véleményt osztottuk. Köszönöm szépen! Thank you.